után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Szervusz Dávid, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, milyen a hangulat a Béten, mekkora forgalom van? Nagyon-nagyon nyári hangulat van a budapesti értéktőzsdén. Szinte alig volt kereskedés az első 45 percben, mindössze 420 millió forintos forgalom volt eddig a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index most 3,1%-os mínuszban 35.818 ponton áll. És igazából a blue chipeink közül is mind a négy enyhe csökkenéssel kezdi a napot. Az OTP 0,4%-os mínuszban 10.880 forinton, a MOL 0,3%-os mínuszban 1.860 forinton áll, a Richter 0,5%-os csökkenéssel kezdi a napot 6.660 forinton áll, és a Telekom árfolyama nem változott a tegnapi zárás óta, 381 forinton kereskedik mindig. Iránykeresés van? Iránykeresés, és igazából a forgalomból azt látom, hogy most talán ténylegesen megjött ez a nyári hangulat, egy kicsit a befektetők is várják, hogy valami fontosabb hír jöjjön ki, ami meg tudná mozdítani a részvénypiacot, főleg itthon, ugyanis a budapesti értéktőzsde, de a mai reggeli kereskedésben azért picit alul teljesítő így az európai viszonylatban, már olyannyira is, hogy a német DAX most jelenleg 0,7%-os pluszban van, és a főbb nagyobb európai indexek is inkább nulla vagy nagyon pici mínuszban, a párizsi CAC-ra mínusz 0,05%-ban, a londoni FTSE mínusz 0,2%-ban, az olasz és a spanyol tőzsde a reggeli kereskedésben pedig 1%-os csökkenésben van. Mondhatjuk azt, hogy a budapesti értéktőzsdén a forgalom, alacsony forgalom mellett még az iránykeresés sem annyira pozitív. Jöhet valami, ami változtathat ezen a pudingon, ami jelen pillanatban a parketten tanyázik? Én azt gondolom, hogy most itthon nem. Igazából nincsenek olyan fontos makrohírek, amelyek a hazai kereskedést befolyásolhatják. 14 óra 30 perckor magyar idő szerint fogunk látni munkanélküliségre vonatkozó adatokat az Egyesült Államokból, de én nem gondolom, hogy igazából a budapesti értéktőzsdén ez bármilyen hatással lenne a részvénykereskedésre, talán egy picit deviza árfolyamot fogja tudni mozgatni. Hogy is áll a forint? Picit erősödéssel kezdjük az utóbbi napok gyengülése után a napot a forintban. Euroforint keretben most 354 forint 60 filléren áll, és dollárforint pedig 312 forint 90 filléren. A enyhe forint erősödés mellett azért láttunk egy pici dollár erősödést így a ma reggeli kereskedésben. Az euró-dollár kereszt egy 13.33-on áll jelenleg is, ilyen 1.13.60 körül nyitottuk a napot, úgyhogy ott van azért egy enyhébb dollár erősödés. Ezen kívül egyébként mindenki, én azt gondolom, hogy a 14 óra 30-os makroadatra figyel az Egyesült Államokból. Több minden fontos dolog. Jó, figyeljük mi is. Köszönjük szépen az infókat. Jó kereskedés nektek. Hello, hello. Deák Dávid üzletkötővel beszéltünk a budapesti értéktőzsde nyitása után 45 perccel. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30